Milyen érzés volt bevonulni itt a Harsona szóra? Fantasztikus, olyan, mintha bevennénk és elfoglalnánk egy várost. Számomra ez az első találkozás Wittenberggel, a reformáció hazájával, városával, és egyszerűen csodálatos érzés ide eljönni, végigurulni a főutcán engedéllyel, ez is fantasztikus élmény volt ezt megszerezni. Csodálatos. Valóban itt több kiíráson is láttuk azt, hogy a reformáció folytatódik és folyamatos, és valóban ezt éljük meg mi is, mert ahogy együtt gurultunk, és csapatban kialakult a sor, hogy ki az, aki elől megy, ki a falka vezér, kik azok, akik a végén vannak, és kik azok, akik, ha valami baj van, azonnal előre tudnak menni, és szólni, hogy kicsit lassítsunk, leszakadtunk, ketté szakadtunk, vagy valami ilyesmi. Ez azért csodálatos, mert azonnal átéljük azt a közösséget, hogy ez nem játék, ez emberi életek múlhatnak ezeken a dolgokon, és nem lehet itt játszani a fejünket, és ezért nagyon kiélezett helyzetek vannak, de ezeket megtapasztalni olyan közeli mindenkihez, az átgondolás, hogy Krisztus van középpontban, és mennyire kristálytisztának kell a célnak mindig látszódnia, és ez annyira egyértelmű egy motoros számára, egy keresztény motoros számára. Ezen a héten az esti áhítataink, meg reggeli áhítataink voltak, akkor mindenki valamilyen módon ezt ragadta meg, hogy ez mennyire egyértelműen áttehető a kereszténységre, úgyhogy gondoltam is ezt magamban, hogy az apostolok cselekedetei idejét éljük meg tulajdonképpen itt ebben a kis közösségben. Ami hát fantasztikus, hogy bedobtuk az evangélikus köztudatba, hogy jövünk ide, és egyszer csak jelentkeztek ennyien, és itt vagyunk. És ezek a legfiatalabb 35 éves. Tehát nem fiatal emberekről van szó, hanem családapákról, családanyákról, lelkész feleségekről, lelkész nő is van közöttünk. Egyszerűen fantasztikus. 23-an vagyunk, 19 motort jelent ez. Hétfőn reggel indultunk Bécs kikerülésével, kicsikét Ausztriában. Szevasz! Szia, Tamás Püspök! Szia! És Ausztrián keresztül jutottunk el Csehországba, ott aztán északnak vettük az irányt, és az első állomásunk Prága volt. Ez egy útközbeni szállás volt, nem egyházi hely, és ezek után Klődenbe megérkeztünk. Hullafáradtak voltunk. Következő napi programot megtartjuk még, Lipcsébe mentünk, és kiadtuk a feladatokat, hogy ki az, aki valamiből esetleg föl tud készülni a túravezetésből, vagy pedig egy városból, a képtárból, vagy valami templomból, ilyesmi, és elvállalták ezek az emberek. Mindenhol elénekeltük az erős várami istenünket, volt, ahol tárlatvezetés volt, volt, ahol valamelyikünk, aki készült, ő mondta el, hogy mi van, és aztán folytattuk a túránkat, Eisleben voltunk, megnéztük a nevezetességeket, Luther szülőházát, keresztelőmedencét, és most érkeztünk ide. Ez hány kilométert jelentett összesen eddig? Júj! Tucsi! Hány kilométert mentünk eddig? 1572 kilométert tettünk. A pólótok az most erre az alkalomra készült? Igen. A hátuljára azért tettük rá, hogy érzékelhető legyen az, hogy erre az alkalomra készült. Ez pedig amúgy is elkészült volna, mert ez annyira jelenti azt, hogy mi kik vagyunk és mi van a középpontban. Ki tervezte? Végszabolcsal együtt terveztük. Igen.